Már több mint 5000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel hazánkban. A vírust nem mutatták ki, járvány nincs itthon, viszont oda kell figyelni a megfázásos tünetekre, hiszen az elhanyagolt betegségből gyakran lehetnek szövődmények. Most is elsősorban a közösségbe járó gyerekek kaphatják el a vírusos alsó és felső légúti betegségeket. Október első hetétől már működik az influenza figyelőszolgálat is. Októbertől már működik az influenza figyelő szolgálat. Az abban résztvevő orvosok rendszeresen küldenek a légúti betegségekről mintát virológiai vizsgálatra, az influenzás panaszokkal hozzájuk forduló betegektől. Így a beérkezett mintákból nyomon követhető az influenza vírusok megjelenése és esetleges terjedése is. Jelenleg nincs járvány, ez fontos, mert a megelőzésben nagy szerepe lesz a védőoltásoknak, amely rendszerint már októbertől elérhető a házi orvosoknál. Október első hetében mintegy 5000 beteg fordult meg a gyermek és felnőtt háziorvosi praxisokban influenza-szerű megbetegedésekkel. Kimondottan a kisgyermekek, a közösségbe járó óvodások és iskolások között terjedhetnek leginkább a vírus okozta, felső és alsó légúti betegségek. Az első tünetek megjelenésekor lázcsillapítást, köptető adását és fájdalomcsillapítót is javasolnak az orvosok. A könnyen emészthető és vitamindús ételek, gyümölcsök, zöldségek, valamint a bő folyadékfogyasztás ajánlott ilyenkor. A szobák, helységek gyakori szellőztetése és levegőztetése is hasznos. Holikné Sajtos Ágnes védőnő a vendégünk ma este. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Mi az, amire igazán oda kell figyelni a kicsi gyerekeknél, most a legkisebbekkel kezdjük? Mennyire lehet veszélyes egy ilyen állapot? Arra érdemes minden esetben odafigyelni, hogyha pici gyerekeknél akár már a hőmérséklet emelkedése a normálistól eltér, akkor mindenféleképpen jelezik a házi orvosuknak, illetve láz esetén fel kell keresni a házi orvost, természetesen már a lázcsillapítás megkezdése után. Ezért szoktuk javasolni, mi már a családlátogatások során is, hogy az anyukáknál mindig legyen otthon a házi patikában valamilyen lázcsillapító a gyerek életkorának megfelelően. Természetesen széles paletta áll az édesanyáknak a rendelkezésére, amennyiben nem biztosak, hogy melyik az a termék, amit ők szeretnének megvásárolni. A házi gyermekorvos, illetve a védőnök szívesen állnak a segítségükre ezzel kapcsolatban is. Nagyon fontos ilyenkor az orrjáratok tisztán tartása, a nyálkoldás. Így van, mindenféleképpen szoktuk kérni a szülőket, hogy bármilyen orrspray használata nagyon fontos, illetve az orrjáratok tisztán tartása, természetesen életkortól függően, mert egy nagyobb gyerek már ki tudja fújni az orrát, és ezt mindenféleképpen tanítjuk is a gyerekeknek, és tanítjuk is meg, mint szülők. A kisebb gyerekeknél az orrszívás jelenthet nagyon nagy segítséget, ez főleg azért is nagyon fontos, mert egyrészt a letapadt váladékot kiszívjuk az orrából, tehát nem okoz szövődményt a benne maradó baktérium vagy esetleg vírus, és ugye a nagyobbaknál is nagyon fontos, mert akár az étkezésben és a folyadékfogyasztásban is hátrányokat szenvedhet az, hogyha nincs megfelelően tisztítva. Ahogy a bejátszásban is elhangzott, azért elsősorban azok a gyerekek vannak veszélyeztetve, akik közösségbe járnak. Mire kell nekik odafigyelni? Így van, ugye itt van az ősz, itt van a szeptember, elindultak a közösségi szinterek. Nagyon fontos arra odafigyelni az édesanyáknak, hogy ugye a közösségbe bekerülő gyermek többféle baktériummal és vírussal találkozik, amit az otthoni környezetben esetleg már megszokott vagy hozzászokott. Nagyon fontos, hogyha a gyermekünkön lázas, orrfolyásos tüneteket tapasztalunk, ne vigyük közösségbe a gyermeket, mert ugye az a fertőzésnek a terjedését nagyban elősegíti. Mert mindenféleképpen konzultáljanak a házi gyermekorvosukkal, és a közösségbe való vitelnek a feltétele az, hogy a házi gyermekorvosi kontrollvizsgálaton megjelenjenek, és egy igazolást kérjenek arról, hogy ez a gyermek valóban tünetmentes, és valóban közösségbe mehet. Mik azok a tünetek, amikre feltétlenül oda kell figyelni, hiszen mondjuk az, hogy a gyerek náthás, ezt lehet el is bagatellizálni, de ugyanakkor lehetnek ennek olyan súlyosabb szövődményei, vagy olyan tünetek, ami nem feltétlenül egy egyszerű nátha jelei, hanem azon túlmutatnak. Igen, mindenféleképpen meg kell különböztetnünk
azokat az orrfolyásos tüneteket. Például van olyan gyerek, aki allergiás, és ez az úgynevezett allergiás kis orrfolyás, ami egy szintelen víztiszta váladékkal jöhet. Amennyiben az orrváladék besűrűsödik, és esetleg megváltozik a színe, mindenféleképpen orvoshoz kell fordulni, illetve amennyiben a hőmérséklet 38 Celsius felett van, akkor mindenféleképpen lázcsillapítás után a házi gyermekorvos felkeresését javasoljuk. Ezek azok a tünetek, amit nagyon oda kell figyelni, illetve a köhögésre, attól függően, hogy akár lehet egy száraz, akár lehet egy hurutós köhögés, de mindenféleképpen a vírus fertőzés mellett az akár egy bakteriális felülfertőzést is jelenthet, és ezt mindenféleképpen kezelni kell. Egy jó kérdés, ugye, hogy antibiotikum vagy sem. Nagyon sok szülő ragaszkodik az antibiotikumhoz, ez időnként vitát szokott ugye generálni az orvos és a szülő között. Igen, nagyon sokszor a szülő azt kéri, hogy feltétlenül antibiotikumot írjon a házi gyermekorvos a gyermekének. Mi azt szoktuk mondani, hogy vannak olyan esetek, amikor igen, kell az antibiotikum, mert máshogy már nem gyógyítható a gyermek, de akár a lázas megbetegedésnél, egy vírusos fertőzésnél nem kell az antibiotikum adása, viszont nagyon fontos a szülőnek arra odafigyelni, hogy megfelelő folyadékpótlás, megfelelő vitaminpótlás, a könnyű vegyes étrend, illetve a pihenés, a kímélet a gyermeknek nagyon fontos. Amennyiben 3-4 napig a tünetek nem változnak, erősödnek, vagy megváltozik a gyermek, bágyattabb lesz, étvágytalanabb lesz, esetleg egy hányás vagy hasmenés előfordul, akkor természetesen mindenféleképpen kontrollra kell vinni. Nagyon fontos ebben az időszakban a szellőztetés is, mert nagyon sok szülő úgy gondolja, hogy amikor beteg lesz a gyermek, akkor már se kivinni, se szellőztetni nem szabad, ez nem így van. A reggeli szellőztetésnek nagyon nagy jelentősége van, illetve a napközbeni többszöri szellőztetésnek, és amikor jó az idő és süt a nap, akkor ki kell vinni a gyermeket, mert a friss levegő segíti az egészségét, illetve a gyógyulását segíti elő. Természetesen ködös, nyálkás, esős időben nem kell a gyermeket kivinni. Hogy lehet megakadályozni a felülfertőződést? Sok szülő azért kéri már eleve az antibiotikumot, mert az a tapasztalata, hogy úgy is az lesz belőle, hogy jön egy masszívabb orrváladék, egy mélyebb köhögés, és úgyse fogják megúszni. Igazából az, hogy megakadályozni, ez nem egyértelmű, és nem feltétlenül fogjuk tudni a megakadályozást. A fertőzéseknek tudunk segíteni, hogy igazából a kialakulását csökkentsük. A gyermekeknek rendelkezésre áll immunerősítők, illetve különböző vitaminok. Nagyon fontos ezekben az időszakban odafigyelni a vitaminpótlásra, akár gyümölcs, zöldség adásával a gyermeknek. Ez már a betegség alatt is, vagy ez a megelőzés? Megelőzésben is nagyon-nagyon fontos, de a betegség alatt is nagyon fontos a vitaminok adása. Megelőzésben különböző multivitaminok széles palettája áll a szülőknek a rendelkezésére, immunerősítők állnak a szülők rendelkezésére. Az immunerősítőkben annyi, hogy az mindenféleképpen házi gyermekorvossal érdemes megbeszélni, mert ezek vényköteles termékek, és ugye az orvosi utasítás pontos betartása nagyon fontos. A megelőzésben még a C-vitaminnak nagyon fontos szerepe van, illetve a D-vitamin adását szoktuk a szülőktől kérni, hogy a téli időszakban mindenféleképpen életkortól függetlenül minden gyermeknek adjanak. Hogyan viszonyuljunk a probiotikumokhoz? Egyre inkább elfogadják a szülők is, egyre nagyobb a, mondhatni úgy, a népszerűsége a probiotikumoknak. Ez azért nagyon fontos, mert akár megelőzésben és akár az antibiotikum kúra alatt érdemes a gyermekeknek probiotikumot szedni. Ezt lehet kúraszerűen is alkalmazni, illetve lehet folyamatosan is alkalmazni. Akár újszülött kortól vannak olyan termékek már most a piacon, amelyek újszülött kortól adhatóak akár gyerekeknek, sőt, mondhatni a felnőttek is nyugodtan szedhetik. De egy egészséges, anyateljesen táplált csecsemőnek erre nincsen szüksége, gondolom. Nincs szüksége, de érdemes. Tehát nyugodtan lehet védeni a bélflórát azzal, hogy mi még ezzel is rásegítünk a gyermekekre, és ez ugye nem csak a betegségek megelőzését, hanem akár az emésztését is segítheti. Holiknés Ajtós Ágnes, köszönjük ezeket a hasznos tanácsokat.